érdemérmet kapott Bihari Imre bácsi. A 70-es évei közepén járó férfi évtizedek óta rendíthetetlenül takarítja a város utcáit. Néhány hónappal ezelőtt egy internetes közösségi portálon aláírásgyűjtés indult Imre bácsi érdemeinek hivatalos elismerésére. Az aláírásgyűjtés céljával a városvezetés is maximálisan egyetértett. Ezen alkalomból kerestük meg az Árpád úti szociális otthon lakóját, Bihari Imre bácsit. Köszönjük, gratulálunk a kitüntetéshez, Imre bácsi, és ez az első ilyen díj, amit kapott? Igen. Most először ismerték el a munkáját? Igen. És mikor tudta meg, hogy kap majd egy ilyen díjat? Abszolút nem is tudtam, mert itt a vikingnél felvették a képet, és a Dombai Gabi barátom azt mondta, menjek be és nézzem meg, megnézem az majd én magamat. Nem is semmit az égvilágban, nem is tudtam semmit. És a Dombai Gabi barátom odaadta, de akkor kaptam meg. És nagyon szinte meg a kitüntetés? Hát belát, abszolút, hát nem is tudtam semmit, nem tudtam. Hát nem tudtam szólni, se tudtam, hogy megkaptam. Nagyon jó volt. Ez nagyon megható, és akkor egy nagyon örömteli élménye az életének. Igen. És az egészség az hogy van? Hát azért megvan, jó. Akkor még sokáig láthatjuk a városban. Igen. És akkor nagyon örülöm emberek szeretetének. Persze. Most is volt itt a Lovasz Színházban, volt a Lovasz bemutató, a Rudas Matyi és a Döbröki bemutatás. Ott is ott voltam. Imre bácsi, és mit üzen azoknak az embereknek, hogy szavaztak el és segítették ezt a... Nagyon szépen köszönöm mindent, úgyhogy így tovább is. Jó. Így tovább. Jó, köszönjük szépen. Szívesen. Bízunk benne, hogy egészsége megengedi, hogy még hosszú éveken át találkozzunk vele Komárom utcáin és terein.